Sziasztok, egy évig kicsit Debács, mint a Rockstar Life Simulator, és nyomatjuk tovább, hiszen nem sokára ott tartunk, hogy már kiállhassuk a nagy színpadra. Addig még azért melóra van szükség, szóval a készülőt is a következő számunk. Na várj, az eddigiek hogy mennek, nézzünk rá. Hoppá! A vasmacskák leorgagyoztak a Detallica előtt, ne vicceljünk. Akkor dől a pénz is, meg minden, várjál, csak 890 dollár. Hú-hú. És a Die továbbra is pusztít. Most ennek egy érzelmes tótának kéne lennie, de mindjárt meglátjuk, hogy milyen. Egyelőre egészen nem úgy kezdődik. Aha, kezd kitisztulni. Aha! Jó lesz, jó lesz! Ezért figyelj, szerintem érzelmekkel teli. Folevél. Az irodalom tanárok már itt a címnél üvöltve bőgnek. Attól még egy kicsikét keményebben adjuk elő. Ez még nem azt jelenti, hogy nincsenek ott érzelmek. Nagyon jó, előkaparjuk a golfot a szemétkupac mellől, mint mindig. Azt irány a város. 2400 dollárom van? Oh my god, egy atombombát tolok a városra hirdetések formájában, most figyeljetek. Két nap és nagy színpadon állunk. Na de előtte azért megnézném, hogy mennyibe kerül ez a Subaru. Csókolom. Igen, szóval... Hát azt hiszem, hogy senki nem fogja megvenni előlem a kocsit. Nézzük csak. Ó, egy ezresér az egyém. Van benne motor is, biztos ez. A Merga 50 karizma, a Subaru legkevesebb karizma. Hé, hey, álljon már meg a menet. Audi 75 karizma, és 100 az izomgép. Nem érdekel. Subaru, Ford Win, Blood Drift. Hát sok erejék lesz, jó hallom, meglátjuk. Az biztos, hogy megvettük, plusz 10 karizma, és még mindig van 1400-unk, hogy dobjuk azt az atomot. Na, várjál. Majdnem ki is állhatok vele. Ó, itt van a többi. Ezt nem is vettem észre, miután megláttam a Subarut. Na jó, van majd egy nap. Boltba járósnak az is jó lesz. Hol a Subaru? Várjál, le tudom hívni, nem? Ott van, nagyon jó. Igen, szeretném. Ott! Yes! Na ugorjunk csak bele. Húha, legszűkösebb parkoló a világon. Padló! Há, de van nitro! Az is valami, akkor kihúzzuk balra! Nitro! Na már most történik valami. Á, ez már 90-nél szabályoz. Oppa, drift! Hát, igazából, mintha nem is vettünk volna új autót, de legalább karizma, az is valami. Beállunk előre, mint a törzsvásárlók. Sziasztok! Nem sokára koncert, de először is. Itt van a kedves Sofia, igen. Már hiányoztunk neki. Ó, hát persze. Fontos területeket kéne megismernünk a kapcsolatunk előtt. Mi a kedvenc videójátékod? Sokkal inkább egy Paintbrush Warrior, mint egy gamer. Melyik a te kedvenc játékod? Most, hogy kérdezed... Melyik azt hozzátenem, hogy ha jól látom, nem adott hozzá a kapcsolatunkhoz túl sokat, szóval... Offolni kér a témát. Roblox. Ah, végtelen lehetőségek univerzumban. Na, csak Robloxozó te is, Sofia. Tudom én. Mi a zöld és felrobban, hogyha közel vagy hozzá. Kis gamer quiz. A legutolsó kísérletem kell bimbó főzésre, soha többé. Bro, van humorra, beszorok komolyan. No, it's a creeper. Dames! Na jó, ennyire ez nem. Sneaky Minecraft reference. Sétálj lassan és vigyél magaddal egy hatalmas kardot. Én mindig azt mondom, Sofia, nem lesz itt baj. Nagyon sok FPS-em van Minecraftban, ám. Figyelj, legalább ezt is érti. Nagyon jó. Kezdem azt érezni, hogy bármit mondhatunk neki, jók vagyunk. Megkérdeztem, hogy mi a kedvenc filmje, és real filmeket mondott. Például egy makuláltan elmerülök ragyogása. Romantikus skifi. Fingom sincs, hogy ez mi. Yeah, they are cool. Oké, bár is elfogytunk. Szép elköszönések, és yeah, 54. Oké, legközelebb, Tali. Hello. Most inkább nem is eszkautolok, mert kivárjuk. Na, amíg Ricky összeállítja a hangtechnikát, addig bedurrantom az Epic Marketinget. Az is van, a vasmacskák. Most ez a macska olyan, mintha Metal Villát mutatta. Nyomott cica. És akkor innen utazunk a többi buszmegállóba, és ott is kirakjuk. Ott is ott van. És videó alatt vagyunk, ez egész város. És igazából csak 1000 dolláromba került. Érted mi az? Bevágunk egy jó pizzát. Többet, mindent, nagyon sokat. És Bet, figyelj, kezdjük a falevéllel, mert azt mondom, hogy ha nem megy jól, akkor legalább még annyian nem figyelnek talán. Jó, kezdődik te. Ez még mindig három húros, nem visszük túlzásba. Aha,
Hullanak a falevelek! Oda kint a fáról is, olyan basszus van ráadva. Jaj, Bedriki, jut eszembe, basszus, nem kell egy basszus gitáros, hogy beállva tántorogjon a színpad szélén, kihúzott gitárral? Én nagyon adnám. Opa, technikás részhez értük. De begyez, hát én írtam. És ott is vagyunk. Elsőre tökéletesen gyorsan levágtuk, de 200 dollár, apukám. Köszönöm szépen mindenkinek, királyközösség, mint mindig. Selfit, 200 followernek is dobjuk. Nagyon jó. Ó, oh, hát egészen hasonló a múltkori képünkhez. Nem baj. És van egy skill pointunk, nagyon jó. Nagyobb ütéssebzés. A legutóbbiakból kiindulva erre még szükségünk lesz, hogyha Ricky újabb bunyókba keveredik majd. Amúgy kik voltak azok, Ricky? A Detalika bet kóstolt, vagy mi? Irigyek, mi? Ja, tudom én. Na, aggódjál, nem sokára Hulkster lesz a személyes testőrünk. Mondjuk azért nem lenne rossz ezt a Subarut majd egy garázsba tartani. Szerintem, ha így kialadunk, akkor nem lesz ez se probléma. Igen, amúgy azt múltkor észrevettem, hogy a friendship az akkor növekedett marhasokat, 75-öt, amikor megmentettük a srácot a verekedésbe. Szóval, az a vele való friendshipünk, a bondán belüli ilyen hangulat, vagy hogy mondjam. Na nézzük, hogy mit vegyünk. Spotin, a falevél az még csak ma debütál, ha jól látom, de azért hozza, hogy kell. Plusz 10, what the fuck, és 360, daj, már 1000 fölött, már nem sokára a crash-t is becrash-eljük, na várjál csak, akkor hogy állunk? 164, ott van, concert incoming, ja, fel van oldva. Nagyon jó. Na várjál csak. Next Gen Marketing, igen. Jaj, ez mind abból jött, hogy kiraktuk a táblákra a izéket, mindegyik 10-es. Nagyon jó, Ricky! Menni fog. Írok is neki, hogy a stage a következő állomás. Már épp akartam neked írni. Elkezdhetjük. A térképen meg már be is jelölte a helyet, ez a nagy csarnok lesz. Nem, ez még csak egy kisebb koncertterem, de akkor is nem egy bár, és az új nótánkkal már ma debütálhatunk is. Shit. Nem rossz, közben már early bird jegyek égnek, már el is fogytak talán. A ma esti koncertre mindenki meg van őrülve biztos. Aha. Jó hangzik. Az most megint kemény kell, hogy legyen. Bőrkeményedés! Let's go, az bizony kemény. Hop-hop! Ez már nem úgy van a következő szám, hogy csak úgy megírjuk, ehhez érzelmi töltet kell. Na de azt, még mindig csak egy van, tehát nem az ismerkedéstől kapjuk, hanem valami több. Jó, hát még bennem a kávézóba fogunk fellépni, még benézünk oda, a világért sajnám ki. Hello, Sofia. Na jó, turbó sebességbe kell kapcsolni. Mindenből ki kell hozni a bókolást. Hi, beauty. Közben mi ez a hang? Mint a közönség őrjöngene. Jézusom, ezek már lehet, hogy ott vannak a koncerten, rám várnak, én meg Sofiát szédítem. Figyelj, rockstárosan, fashionably late, ezt úgy nevezik. Hogy megy a napom? Most, hogy látlak, már tökéletes. Na, ott van egy. Mit fogsz majd csinálni? Epic rock koncertet fogok adni, anyukám. Na, hopp, jó, ne, csak a gitárszólók hosszabbak legyenek, mint a legutóbbi kapcsolatom. Ajaj. Alig várja, hogy ott legyen. Na várjál, most egy kicsit megijedtem. Hány kapcsolatod volt ezelőtt? Kevesebb, mint ahány füle volt Van Goghnak. Jó? Akkor csak vicc volt, ugye? VIP jegyet fogsz kapni a koncertre. A 60 dollárért. Nem. Hopp, nagyon örül, 5% föl. Na jó, fullba kell tolni ezért a bókolást, nincs mese. Utolsó beszélgetés mára, hogy zárjuk? Figyelj, csak 75. De úgy 75 az egész jó. Az már szerintem megér egy kérdést, egy ask outot, hogy szeretnél-e randizni velem? Hazamegy. You got a lover. What? De hova megy? Hát nem a kocsimban. De, ha? Azt mondta, hogy hazamegy, de hova haza vagy? Kuzin küldött egy random SMS közbe. Ja, még mindig tehetségtelen vagyok, kösz szépen, kuzin. De hova megy ő? What the fuck? Ember, épp azon gondolkodok, hogy hova megy a csaj. Persze, aláírom. Pletykák vannak. Micsoda? A szerelem szele. A rock énekes Han Solo egy új szerelmet talált. Nagyon boldog Han Solo-val. Meglátjuk, hogy milyen hosszú ideig fog tartani ez a szerelem. Nem baj, majd kiderül. A lényeg, hogy kaptam egy
SMS-t azon kívül is. Légy szíves, hagyjatok már békén. Csak kaptam egy hülye SMS-t, hagyd nézzem már meg. Ja, csak a pletyka volt, jó van, semmi baj. Mert hogy egyébként igen, ott van a koncert, ha jól mennünk kell. Azért hallom a hangokat, szóval várjál, belugrunk a bubiba, aztán már oda is csapatjuk. Megállunk itt elől, hop-hop, kiírva, vasmacskák, áll a sor. Hello, hello, maradjatok nyugodtak, semmi baj. Úristen! Jó. Nem kell nagyon pánikba esni, csak nyugalom, mindjárt bent találkozunk. Jók legyetek, hagyjatok borravalót a kasszánál, ügyesek legyetek. Gondolom, akkor nekem nem itt kell bemenni, hanem a crew entrance-nél, igen. Ő vigyázz arra, hogy más ne menjen be, koncert. És akkor így beteleportálunk. Asztorod pennyien vannak, látod ezt? Riki, mi történik itt? Kezdjük a die-die-die-ja, csak erre várnak, aszta mekkora pengelés van. És indul. Jaj, várjál, elrontom. Olyan sokan vagytok, ne nézzetek rám ilyen sokan. Ezt nem szoktam hozzá. Felértük a csúcsra, azt kell, hogy mondjam ott. Egy kicsit mellé nyújtam, semmi baj. Mind a három pixel, amiből áll egy ember, nagyon csapatja. Nagyon élvezik. Rockkoncert.gif a háttér. Tökéletes. Ahogy látom, ott az ikrek is eljöttek. Hát, beszarok. Várj, akkor biztos itt van a csaj is. Csak, jaj, most koncentrálni kell. De a pultos is ott csapatja. Na, csak megenyhült ő is. És egy szám lepörgött, remem tetszett. $300. Azért több jegyet is eladhatunk volna, de nem rossz kezdésnek. Jó, jöhet a bőrkeményedés. Ezt még nem is igazán vágom. Már így egyből belecsapunk a lesóba, oké. Jaj, ott nem volt hang. Uha, bele kell jönni. Hűha. Mit csinálsz? Ehhez nem gitárhíroztam eleget annó, ez már sok lesz. Ez egy kifejezetten menő nóta egyébként. Tetszik. De most komolyan nem kéne egy kicsit nagyon formációnak lennünk így már a színpadon? Tehát egy dobos, egy gitár és egy kicsit olyan kis, nem is tudom, sománka. Valami bővülés van, jó lenne, ha lenne amúgy. Viszont Hulkstert nem látom itt elől a bisztik mellett, jaj, de kár. Pedig számítottam rá, jó, még $350, 20 popularity. Na várja, hogy vagyunk? Ja, igen, falevél, az kell ide. És az is $350 közönség örjönge, meg vagyunk, ez 24 popularitit adott hozzá, 218-on vagyunk, gyönyörű. Meg is vagyunk? Ja, mindenki hazament, mindenki elégedett, életbe kijutunk a backstage-ből. Apukám, hát siker, én azt kell, hogy mondjam, és egyszer egy új pletyka, egy új sztár felemelkedés a városba. Befutottunk Melodify-on, hatalmas hallgatottság, és nagyon fun volt a koncert. Riki elégedett, mindent megtett, igen, megint egy pletyka. Na, álljatok már le, nem belőlem élni. Még egyszer lehozták ugyanazt. Jaj, semmi probléma, de már a hátamba itt áll a csávó, vagyis, hogy hölgyem, egy papír, hát valaki ezt iratja alá. Jó van, aztán nem ám a kukába landoljon hazafelé. Jó, egy hotdogot szerintem abban a $2600-ból megengedhetünk magunknak. Nem kell meglepődni, csak én vagyok az. Semmi újongás, Charlotte. Ahogy gitárral játszol, akkor a bűn, mint egy bolti rablás. Charlotte, én is csókoltatlak. Örülök, hogy hazatértem. Minek az ember ellensége? Ilyen nagyszerű szomszédai vannak, komolyan mondom. Oh shit, Sofia, hello! Hogy helyet foglalt ez a művészi fotelen. Ja, hogy akkor egy kicsit előre haladt a kapcsolatunk, Sofia, ez az otthonod? Te így beköltöztél, és akkor... mondjuk, figyelj, hát... El van mosogatva, igaz, hogy tányérok sincsenek, de hát... Na, fokkal könnyebb legalább. És akkor így, mi újság, Sofia, make love. Nem elég happy, hogy make eljük a love-ot, de ezen tudunk segíteni, hiszen tudunk vele beszélni. Welcome back, sweetie. Mi csinálsz a házamban? Csak hozzáadok egy kis művészetet és szerelmet a világodhoz. Aha, vacsora van. Csak akkor, hogyha a készülő remek művem annak számít. Szóval éhen döglünk. Zsír. De azért a bérleti díjat azt felezzük, ugye? Még nem tudom, hogy béreljük, vagy itt lakunk, de azért... Nem tudom rá mit mondani, nagyon nagy a process.
A ChatGPT lehalt. There is a connection issue. Persze. Amikor fizetni kéne, akkor connection issue van, nem? Na jó van, Sofia, tudod kinek mondjad a hülyeségeidet? Nem bújsz ki. Ah, most válaszolt. Csak akkor, hogyha a művészeti felszerelések költségeit is felezzük. Fair, ugye? Shit. Nem érdekes, I love you. De az ágyam csak egy személyes. Ez nem baj? Hát akkor össze kell bújni az este. Ajaj. Szóval mit szeretnél csinálni így este? Készítsünk valamit, egy üres vászon, vagy egy bunki. Nézzük egy kis focit. Mit szólsz? Végig kis szívecske emoji. What the fuck? Leszeretné festeni az izgalmaimat, miközben ülök a kanapén, egy sörrel a kezembe és focit nézek. Oké, csináljuk. Ahogy gondolod? Jó, 77%-ra felmentünk, igazából not bad, de még mindig nem elég happy, ahhoz nagyon-nagyon happynek kell lennie. Oké. Okay. Várjál, basszus, hogy is tévénk. Na mindegy, hát akkor jövök inkább aludni, és belenézzük a naplóba. Rengeteg koncert a bárba, izzadság és könnyek árán, de meglett, amit szerettünk volna, egy koncert, ami életünk nagy lépése volt. Egy nagy fordulópont az életünkben, ami lassan, de biztosan azt jelenti, hogy beérik a munka, amit beleraktunk. Nagyon jó, és még mindig itt van. Olyan stabilan ül azon a kis kanapén, hogy megőrülsz. Na várjál, telefon, Ricky. Na megint beugorják Verdi csorót. Hát elbízzem el, Ricky. Gyere, leugrunk a buboruba. Azt megyünk is. Várjál, már itt klofolják valahol a házam előtt. De hol? Ott a sikátorban, ott fekszik. Álljatok már le. Gitár Iron Balls. Hát mondom én, hogy az enemy banda, gitárokat törjünk, ne csontokat, de hát ha szeretnétek, Jézusom, hallod? Hagrid játszik náluk. Azt a rohadt, menj innen. Úzás, el innen, menj vissza Roxfordba. Jó van, Ricky, semmi gond, rám mindig számított. Kicsit véresen, de hazajöttem, meg kell írni a mai új nótát. És megvan hozzá a szívecskénk. Na várjál, mennyi szívünk van? 27? Nem tudom pontosan mikor kaptam amúgy, de teljesen elegendő. Indulhat. Ó, ne! 4 darab úr! Jézusom, meg fogunk halni! De jó hangzik, jó hangzik. Zúzós lesz ez is. Villám! Egy igényesebb magyar fordítás. Jó lesz ez szerintem. Feldolgozás, így hívják ezt. 50 láv kell. Húha! Ajaj, Sofia, hogy fogunk ennyit lávolni? Mennyit visszaesett 67-re? Uff. Jó, estére nagyon összeszedem magamat. Várjál, Melody Fight, azt nézni kell. 4800 a Crash lezúzva a következő stúdió G. Nem rossz, nem rossz. Betámadjuk őket is. Az Die, az továbbra is a best. Bőrkeményedés szépet indult. Elnézést, épp számolom, hogy mennyi pénzt keresek. Parancsolj, nincs mit. Erőjél magadnak. Oh, shit! 4000 dollár, hát... Jöhet a Gibson gitár. Azért oda már ki kell állni valahogy, apukám. Várjál, már van itt egy gift shop a gitárbolt mellett. Micsoda maci meg izé. Lehet, hogy ezt tudjuk vinni az asszonynak. Várjál már. Csókolom. Távirányítós autó. Na várjál, koncentráljunk. Szóval valamit otthonra. Egy gyönyörű szép képkeret. Hát hogy lenne jobb? IBS tollkészlet. Igaz, hogy festő, de nem rossz. Na várjál. Növeli a szeretőd jelenlegi boldogságát 2%-kal. Ott is van. Már meg is vettük. Tollak neki 4 ponttal növeli. Káp esernyő, hogy a könnyeit valahogy, na mindegy. Notepad, egy igazi művész, fel tudja írni, ha valami megikleti tojkár az apukának otthonra egy kicsit. Teddy bear, na várjál, nem biztos. Figyelj, kesztyű, nagyon metál, szereti az ilyet. Makeup kit, kell még valami. Játékgitár, otthon játszott vele. Bluetooth-os hangszóró, what the hell? Na jó, szerintem nagyszerűek vagyunk, köszönöm szépen. Mennek nagyba izék a kitalálások. Nagyon megvizsgálják ezt a félig leégett gyertyát. Igen.
Hát kell gondolni a vásárlásokat. Na jó napot! Egy olyan gitárt kérek, amilyet még senki másnak. Mennyi is volt a... Ja, 100 000. Jézusom. Jó, 750-es Zibzon. Jó lesz, jó lesz. Szeretném. Várj, custom... Ó, lehet egy Zibzont customölni 33 karizmáért. És... Ja nem, ez az, amit én csináltam, az a izni aláfejes. És ezt megvehetem, hogyha egyszer megcsináltam. Shit! És akkor ezt tudom használni? És pont ezt, amelyik nem lett normálisan letakarítva. A veríték, ami rajta van a sok munkából, azért ilyen retkes. Csak a gyakorlás, közben... Sofia írt egy SMS-t! Te tényleg tudod, hogyan kell engem kényeztetni? Ó, Sofia, látom, megérkezett a futár. Na, este majd érkezek. Gyerünk, Riki, csapassuk neki. What? Neki is küldtünk ajándékot? Lehet a távirányítós autó neki ment. Nem baj, Riki, akkor veled is végig jobb lesz a koncert. Kapott tőled távirányítós autót, lehetne ennél jobb. Köszönöm, köszönöm. Pár aláírás, pár VIP kép, de mennem is kell egy hódog után. Hopp, ott a retkes Zibzon. Ott a tökéletes $300. Figyelj, mehet a villám, ez ugye 4 húros, bár mindenki úgyis olyan részek, hogy menni fog ez, vagy ha nem, akkor meg nem. Nem is hallják. Oh my god, hogy indulunk? Jó lesz. Mit csinálsz? De nagy a baj. Mondjuk egyelőre még csak 3 húron csapatjuk. Jó, ott jön a másik. Na, ez tetszik. Most már nem. Ez kajak rendesen nehéz lett. Valaki írt is SMS-t, valaki inkább hazament, kiír vissza a jegyárát ezek után. Ne! Na, az előző szem jó volt, nem? Ne fújjongjatok. Hát nem ez lesz a kassza sikerünk, azt kell, hogy mondjam. Jó, figyelj, minden csak gyakorlás kérdése. Menni fog ez. Ott is van, 163-as kobba a végére, azért ott volt. Jó van, egy csillag. Na, nice try. Igen. A bőrkémégyedésben is már csak egy hiba volt. Megy ez, $380. Hú, nice. És van is egy skill pointunk. Karrierünkre kéne most koncentrálni. 6 számot eljátszod egy koncert alatt, de ehhez 2 skill point kell. Oh my god. Hát ezt ki kell várnunk, mert az nem lenne rossz duplázni. Van pénz lóvére, szóval bedurrantunk valamint komoly gúnyát. Valami komolyabb suit. I don't know. Ja, mondjuk az egy fél elegáns $500. Az a lényeg, hogy adja a karizmát. Na ez az. Jó ég, jó, nem. Sneaker, mit tudom én, egy rockbót nincsen a közelben, most komolyan. Azért te, hello Sofia, na nézzük csak, 96%! Ide már nehéz elrontani, még egy 100-ast azért beadunk. Ma nagyon hiányoztunk, hajaj. Nézze YouTube-ot? Ó, néha, inspiráció kedvéért és cicás videókért, te. Én! Ja, én is, ismered a KD csapat YouTube csatornát esetleg? Hallottam már róluk, főleg azért, mert you are into it. Már hogy engem is érdekel, ja. Very good channel. Biztos, hogy az kifogástalan az ízlésed. Talán majd nézhetjük együtt egy nap. Of course. A kedvenc sorozatom tőlük a Rockstar Life Simulator. Mit gondolsz róla? Rockstar Life, ha? Jó, ezt mondom, te is értett, de végül is válaszolt. Oké, okay, sittókoltam még vele, de nem sokra mentünk igazából. Viszont 100%-on vagyunk, szóval passionate love skill kell a make love-hoz. Na várjuk csak. És ahhoz is 2 pont kell. Oh no. Tűha. Karrier vagy nő. Ajjajjajjajjaj. Na jó, ezt majd még meglátjuk. Most egyelőre egyikre sincsen, szóval igazából nem nagyon tudunk mit csinálni. Sofia. Ne csináld, a másik kanapén megőrülök. Mindig tud valami újjal meglepni ez a nő, komolyan mondom. Hát ide folytatjuk majd legközelebb, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt hiszem, hogy akkor beadjuk majd életünk első stadion koncertjét is, szóval én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogyha ti is, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, és ami nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!